Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! 15 hónappal ezelőtt az egész országot bejárták azok a képek, amelyek a 2021. január 7-én kigyulladt és leégett a csíksomlyói, Somlyó utcai roma telepen készültek. Akkor még egész Erdély döbbenten beszélt a téli éjszakában menekülő, javaikat mentő roma családokról. Az első napokban példás szolidaritás alakult ki a közösségen belül, aztán eltelt egy év, a szerencsétlenül járt mintegy 250 ember élete, hát sokat nem változott. Volt, aki a segítségnyújtás jogosságát kérdőjelezte meg az alatt, az időszak alatt, most pedig újabb pofont kapott az a mintegy 100 ember, akik egy év elteltével is az idéglenesnek nevezett szálláshelyen, az Erős Zsolt arénában élt. Egy hónap múlva ki kell költözniük onnan, a hova azonban nagy kérdés. Ezzel a témával kezdünk a mai 24 pluszban, amelyben Csíkszeredára koncentrálunk, a roma kérdés, a szociális kérdések mellett szó lesz építkezésről, gazdaságról, kultúráról is. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Polgármester úr, azokat, akiket nem hagy hidegen embertársuknak a sorsa, azokat megdöbbentette az a hír, ami a múlt hét végén bejárta a sajtót, miszerint a csíkszeredai Erős Zsolt arénában élő romáknak, mintegy 23 családról beszélünk, ki kell költözniük, és nem azzal van a probléma, hogy ki kell költözni, hanem azzal, hogy nincsen ahová készülni. Szó volt arról, hogy épül egy krízisközpont, vagy létesül egy krízisközpont Csíkszeredában, csak hogy ez nem épült meg. Honnan kezdjük? Miért nincs krízisközpont? Kezdjük a krízisközponttal, mert azt gondolom, hogy a krízisközpont az egy sarkalatos pontja. Már az év elején, múlt év vége, az év elején bejelentettük, hogy április hónap az az időszak, amikor a megvásárolt krízisközponti ingatlant elő tudjuk készíteni arra, hogy fogadja a konténereket, és így fogadja be egy éves időtartamra a családokat, hogy folytatjuk azokat a programokat, amelyekkel őket életképessé tesszük arra, hogy saját lábon megálljanak az életben. Gyakorlatilag ezt a szándékunkat néhány vállalkozó bíróság, több bírósági keresetben firtatja, ezért a bíróság összevonta a pereket, és úgy döntött a peresek kérésére, hogy mindaddig, amíg a bírósági perek le nem járnak, maga a krízisközpontnak a kialakítása körül minden folyamatot le kell állítani. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy az az év, ami előttünk van, az nincs. Viszont nem állunk gyengén. Tehát érdemes beszélni arról, hogy az elmúlt egy év és három hónap, és április végig egy év és négy hónap, az rengeteg olyan folyamatot intott el, ami lehetővé teszi annak, hogy a mostani családoknak meghatározó része már saját lábán is megtalálja helyét, meg tud állni. És akik nem, azok a rokoni kapcsolatokon keresztül pedig igyekszünk a mi segítségünkkel, hogy megtalálják a helyüket. Miről van szó? Arról van szó, hogy a férfiaknak zöme most már munkát vállal, jobban jövedelmező, vagy a gyengé jövedelmező, de mégis hivatalos munkakörben dolgoznak. Egy része a férfiaknak a megmaradt hányadból az külföldön vállal munkát, egy jelentősebb bérért, és ők is tudják támogatni a családjaikat. Az is nagyon fontos, hogy a felnőttek, akik részben munkába járnak, vagy itthon maradnak, azok a második esélyprogramban, iskolai oktatásban vesznek részt, hogy megszerezzék az 5-8 osztályos diplomát, valamint vannak olyan felnőttek, akik Szentegyházán az esti iskolai rendszerben szakmát tanulnak. Azon túl pedig számos olyan egészségügyi program van, vagy családmentoring program, amelyekkel az elmúlt egy év, három hónapban a Caritas szolgálattal, a mi szociális osztályunkkal és a máltai szeretetszolgálattal együtt egy egész komplex csomagot alakítottunk ki, és ez alatt a gyerekek, felnőttek egy nem csak követés, hanem segítő programba vettek részt. Ennek is a pozitív hatását tudjuk használni akkor, amikor azt tudjuk mondani, hogy a 22 családból most azt látjuk,
látjuk, hogy 10 család a saját lábán bérleménybe ki tud menni. Van, aki fog kapni szociális lakást, mert van 2 üres lakásunk most. Van, aki el tud menni olyan ingatlanba, ami az örökosság az kötődik, de már ő tudja azt fenntartani saját anyagilag. És van, aki egyszerűen bérleményt tud szerezni, úgyhogy ebben kell segítsük őket, mert ezek munkavállaló emberek, ezek olyan emberek, családok, akik megértették, mi az az életvitel, amelyben egy normális család megéri a mindennapjait. Ezért szűkebb keresztmetszet maradt azoknél komolyabb gondot jelenthet a következő nyári időszak. De itt is abban azt vállaltuk együtt a szociális munkásainkkal, hogy folyamatosan ezeket a családokat is ellátjuk tanáccsal és segítjük. És nem csak ezzel, hanem azt mondjuk, hogy aki munkát vállal, amellé beállunk, mert nem csak itthonról, hanem például Magyarországról is nagyon komoly lakással együtt ellátó munkahelyeket hoztunk haza a sógrasszonya, a polgármester asszonya 2 héttel ezelőtt, pont azért, mert tudjuk, hogy szükség van ezeknek a családoknak egy stabil anyagi jövedelemre. Tehát nagyon komplex folyamat van egy év, három hónap időszaka mögöttünk, és ezt fel akarjuk értelemben használni arra, hogy a családok azok eséllyel tudják elhagyni az arénát. Még az arénát elhagyni, mert az aréna az nem tud végtelenségig egy szálláshely lenni, mert az arénának is megvan az eltartó képesség, a kapacitása, és akkor, amikor az áprilisi hónapot megjelöltük, akkor jól érezzük, hogy valahol itt tetőzik az elfogadottság annak, hogy ott egy közösségben laknak. Jól érzékelem azt, vagy jól értem azt, hogy itt önök megpróbálják szétválasztani az emberi részét ennek a költöztetésnek, és azt a gyakorlati részt, ami ellen az önkormányzat igazából nincsen, amit tegyen. Gyakorlatilag az önkormányzatnak most nincsen, amit tegyen, mint az, hogy családokat egyenként mentorálva pályára állítsuk és segítsük őket. Hála Istennek, hogy ez nem úgy, tehát ha ezt most meg kellett volna tegyük tavaly év februárjában, áprilisában, akkor nem tudtuk volna ezt megtenni, mert gyakorlatilag 260 embernek a helyzetével szembesültünk volna. Így most tudjuk pontosan azt, hogy van 22 család, van 91 személy, de mi a családokat külön családtagokra pontosan tudjuk, hogy kinek milyen élettörténete van, hol milyen szükségletei vannak, hogyan lehet nekik segíteni, vagy mit lehet tanácsolni, hogy tudjanak egyet lépni. A felvezetőmben azt mondtam, hogy az elmúlt időszakban voltak olyanok az erdélyi magyar közösségen belül, akik megkérdőjelezték a romák irányába nyújtott segítségnek a jogosságát. Itt most 22 családról beszélünk, 22 család kell kiköltözzön az Erős Zsolt arénából, de talán ennél messzebb is mehetünk, hogy megkérdőjelezték a segítségnyújtásnak a létjogosultságát. Szociológiai felmérések szerint Romániában a székelyföldi romák, vagy a székelyföldön élő romák vannak a legnehezebb helyzetben, a legkiszolgáltatottabb helyzetben, ők élnek a legnyomorúságosabb körülmények között, és nem azért, mert ők így akarnak, hanem azért, mert nem csak ők azok, akik tehetnek ezért, hanem ott vagyunk mi is, ott van a többségi társadalom is, és tűzeset is, most a somlyói tűzről beszélünk, ami egy szerencsétlenség, de hogy volt rá eset, hogy a többségi közösség gyújtotta rá a házat a romákra. Ezzel azt akarom mondani, hogy van egyfajta roma ellenesség a Székelyföldön is, a magyarok körében is. Ezzel ellen valamit tudnak tenni? Én most szűkítenék, tehát egyfelől Csíkszeredában egy nagyon erős szolidaritás volt, és ezt köszönöm mindenkinek most is. Nehéz helyzetbe jutott embereken kellett segíteni. Utána az önkormányzatnak a szerepe megnőtt a szociális partnereinkkel együtt, hogy azt a kezdi segítséget, amelyet együtt közösségként adtunk, azt át tudjuk intézményesíteni, és ez az út, ez a járható út. Hosszú távon Csíkszeredában akkor lehet felszámolni a nyomortelepeket, hogyha azt a fajta segítséget, amit az arénában lévő közösségnek adtunk, azt kiterjesszük azokra a telepekre, egy gondolok a Somi utcai telepre, vagy éppenség a Tarz utcai telepre, ahol tömben élnek még szegénységben emberek. Somjon már ott vagyunk, a Máté Szeretett Szolgálat már 2 önkéntes kollégával ott van, egy
bő negyed éve, szűk fél éve, és látszik a munkáinknak a hatása, további fejlesztések lesznek ott, ami által sokkal kiszámíthatóbbá tud lenni a gyerekeknek és a felnőtteknek a mindennapja, valamint a Tavasz utcában is elkezdjük a programot az év második felében, civil partnerekkel együtt erre akarunk segítséget adni, pályáztatni és szociális szerződéseket kötni. Tehát ez az út amúgy minden egyes településre igaz, nem hiszek abban, hogy valamiféleképpen is a mély szegénységben élőknek a helyzete változik, hogyha nem nyúlunk programokkal, nem szociális juttatásokkal, hanem programokkal, ahol életképesebbé válnak, ahol munkát tudnak utána vállalni, ahol a családok úgy tudnak működni, ahogyan nekünk is megszokott, közel ehhez, ahol a gyereke biztonságban el tudnak menni oktatási rendszerbe. És azt gondolom, hogy a székelyföldi helyzet, azért hasonló helyzetek még vannak Romániában, ez a bizalmatlanságból adódik, akkor, amikor közösség nem értik meg egymást teljesen, és nincs átjárhatóság. És az átjárhatóságnak a felelőssége viszont nekünk a döntéshozó kezében van. Az, hogy hogyan tudjuk átjárhatóvá tenni az információkat, az elfogadottságot, ez azt is jelenti, hogy aki mély szegénységben van, segítenünk kell, hogy életképes családokká váljanak, ki tudjanak menni ezekről a telepőkről és bérleményekben, normális családi környezetben tudjanak élni, felhasználva a saját jövedelmüket, amelyek a fizetésből adódnak. Ebben viszont segítenünk kell és tanítanunk kell. Mert a civil partnerekkel együtt, hál' Istennek lett például az arénai vagy a somjai közösségnek sofőrkönyve, hogy munkát tudtak vállalni tünk ebbe, és a legtöbb meg tudta becsülni ezt a lehetőséget, és folyamatosan munkába jár, és érzi ennek a pozitív hatását, a családjaik is, vagy az, hogy az asszonyok elkezdtek tudni foglalkozni megfelelőképpen a gyerekekkel, amihez nem volt addig lehetőség. Ezeket viszont csak programszerűen lehet végigvinni, és évről évre az önkormányzatnak ezekre a feladatokra költeniük kell, másképp nincs megoldás. Nagyon sokat lehetne beszélgetni a roma kérdésről, és nagyon fontos a roma kérdésről beszélni. Azt ígértem a felvezetőmben, hogy Csíkszeredáról lesz szó, és nem csak a csíkszeredai roma kérdésről fogunk beszélgetni. Polgármester úr, milyen év elé néz Csíkszereda? Egy alkalommal ön azt mondta, amikor a polgármesteri választásának az egy éve, mandátumának az egy évét értékelte, azt mondta, hogy hangosabb lett Csíkszereda. 2022-ben mitől lesz hangos Hargita megye központja? A fejlesztésektől, attól, hogy az emberek a fejlesztések miatt véleményt fognak nyilvánítani, attól, hogy számos olyan programmal jelentkezünk, amely bevonja a közösséget, attól, hogy remélhetőleg még a közeljövőben be tudunk jelenteni legalább 2-3 gazdasági beruházást. Tehát rengeteg olyan munkafolyamat van, ami mást hoz be a mostani városi közbeszédben, mint amilyen meg vagyunk szokva a hétköznapokban. Napokon belül a vasúti felüljáró híd lezáródik, ebből is lesz vita természetesen, mert egy nagy beruházás, amely picit szűkíti a városban az átjárhatóságot, de ugyanúgy számos más beruházás miatt is hangos lesz a város, és aminek nagyon fontos, hogy a szociális munkában, a kulturális életnek a megerősítésében, a turisztikai vonzásprogramok behozatalába ebben az évben is egy jó erőset tudjunk lépni előre, és közben pedig ne feledkezzünk meg azokról az előttünk álló, előkészítendő feladatokról, amelyek viszont az uniós pénzek lehozatalából vannak, hogy adódnak. Tehát gyakorlatilag nincs olyan terület, ahol ne lennének majd jó értelembe vett vitáink, vagy ne lennének olyan igények, amelyeknek a teljesítése hihetetlenül nehéz, de viszont rengeteget dolgozunk ezért. Itt például gondolok az elmaradott városrészekre, ahol folyamatosan kell infrastruktúra fejlesztésben nagy pénzekre pályázzunk, ezeket lehozzuk és működőképessé tegyük. Csíkszered egyik leggyengébb pontjának a vállalkozói környezet számít. Ezt nem én mondom, hanem Korodi Attila mondta a választási kampányban. Azt mondta, hogy tenni kell annak érdekében, hogy ezen javítsanak. Az elmúlt másfél év mire volt elég? Az elmúlt másfél év láthatóan megmutatta azt, hogy kiengedtük a szelepeket. Láthatóan látszik az urbanisztikai engedélyek kéréséből, a beruházási listákból, amelyeket a cégek valósítanak meg, hogy mozgás van, hogy új termelői csarnokok épülnek, hogy új vállalkozás már egy bejelentett, hogy le akar telepedni. Várhatóan április elején bejelentjük a másodikat, aki le akar telepedni, munkahelyet teremt. Még a tartsonyban van 3-4 olyan tárgyalás, ami ugyancsak vállalkozói letelepedésben és munkahely teremtésben, és közben akkor háttérből igyekszünk támogatni a helyi vállalkozókat.
Most egy nagyon komoly elemzés zajlik, amely a gazdasági konzultatív tanácsban való együttműködésnek az eredménye. Megoldásokkal akarunk előjönni, minimis programot indítva a beruházásokat eszközlő vállalkozások irányába. Tehát a mozgás az adott, egy egész csapat dolgozik, és hihetetlen energiák vannak, hogy turisztikai vagy gazdaságfejlesztési, vállalkozófejlesztési részen tudjunk haladni. Gazdasági konzultatív tanácsot említette, ez a testület, ez tavaly novemberben alakult meg Csíkszeredában. Ez egy újabb testület, vagy valóban vannak jogosítványai annak érdekében, hogy beindítsa a gazdaság motorjait, vagy ha úgy tetszik, gazdasági szempontból is sokkal élhetőbbé tegye Csíkszeredát? Ebben a testületben bent vannak a nagy vállalkozói szövetségek, a Kereskedelmi Kamara, a Csíki Vállalkozók Egyesülete, a Román Magyar Közgazdasági Társaság és a többi vállalkozói szövetsége. Gyakorlatilag ezekből a párbeszédekből alakulnak ki a programjaink, amelyek a vállalkozókat érintik. Így például Hekatonnak készülünk a Petőfi utcai turisztika fejlesztésére, miniszprogramnak a jogi kereteit ássuk, bányásszuk át, és alakítjuk ki a versenytanácsa, hogy először legyen a fajta miniszprogram Romániában, amely a beruházásokat támogatja egy adott városban, és az azt jelenti, hogy gazdasági hozat értéket fog jelenteni, hogyha ezt meg tudjuk valósítani. Ezek mind olyan lépcsők, feladatok, amelyek azért szükségesek, mert ez csak egy megelőző párbeszéd és probléma feltárást tudja megvalósítani. Amúgy az egész adózási témában volt egy nagyon jó vitánk az év végén, az befolyásolta az évi döntéseket és a kiegyensúlyozottságot. Ezek mind ennek az eszköztárnak az eredményei. Csíkszeredának a lehetőségei korlátozottak? Most ez alatt azt értem, hogy egy Kolozsvárhoz, sőt még egy Marosvásárhelyhez képest is kisvárosnak számít Csíkszereda. Ilyen értelemben ez behatárolja a városnak a fejlődését, a városnak a fejlesztését, vagy azért még rengeteg a kiaknázatlan terület? Behatárolja, mert gyakorlatilag a pénzügyi források és a minden beruházásnak, minden fejlesztésnek az alapja a pénzügyi forrás, az behatárolt. Tehát az évi adóbeviteleink azok egy adott mértékűek, Vásárhelyhez képest jelentősen kevesebb, Kolozsvárhoz képest még inkább. Vagyis azt jelenti, hogy mi csíkszeredai léptékkel kell úgy gondolkodjunk, hogy megyeszékhelyként nagyvárosi szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a közszolgáltatások területén vagy kulturális élet területén, és a gazdaságot pedig annyira le tudjuk felzárkóztatni, hogy az a cél, amit el akarunk érni, hogy a magánszférában a foglalkoztatottság nem csak számba, hanem pénzügyileg is többet jelentsen, mint a közszférában, hogy a székhelyen ezt el is érjük. Én azt hiszem, hogy el fogjuk ezt érni, hogyha egy nagyon durva, főleg a háború okozta gazdasági válság nem írja fel ezeket a programjainkat, mert most, amikor önnel a szerkesztőről beszélgetünk, akkor egy dolgot nem veszünk most figyelembe, még azokról a trendekről beszélgetünk városfejlesztésben, amelyeknél nem jelentkezik a háború okozta a probléma. Talán a vírus helyzet miatt okozott problémákat sikerült közösségileg kezelni, sikerült úgy, ahogy a gazdaságot átmenteni, és itt a vállalkozóknak köszönhető meg annak, hogy azért egymásra figyelve Csíkszeredában nem voltak annyira restriktívek az elmúlt egy és fél évben a szabályok. Viszont az, hogy a háború mit hoz, az energiaválság mit hoz, az már egy komplexebb kérdés, és így gyakorlatilag a piacképesség az itteni vállalkozásoknak, hogyha a romániai piacokat nézzük, az behatárolt. Úgyhogy lesznek nehéz helyzetek, mi viszont ott állunk a vállalkozók mellett. Ha egy dologban tudunk segíteni, ami rajtunk múlik, akkor mellettük vagyunk. Ha már itt a háborús helyzetet említette a polgármester úr, akkor ennek következtében is, vagy sokak szerint emiatt, de megemelkedtek az építkezési anyagoknak az árai. A városban beruházások ezért le kell álljanak, mert hogy a közbeszerzést elnyert cég az időközben rájött, hogy annyiért, amennyiért akkor elvállalta a beruházást, nem sikerül befejezni. Nem az ez az év miatt aggódom, és megmondom miért, mert gyakorlatilag mi azzal, hogy tavaly is behoztunk kormánypénzeket, tudtunk tartalékolni egy akkora tartalékot, ami részben le tudja fedni ezeket az árnövekedéseket. Egy egyszerű példa, be fog jönni a tanácsülésre most pénteken egy árindex javítása a felüljáró híd kapcsán. 12 millió lejjel drágul nettó értékben a hídnak a megépítése. Hála Istennek,
hogy a városházi kasszában még az ön részhez hozzá tudunk tenni, ennyiben van tartalékunk. Viszont én a kérdést felteszem, hogy mi lesz mondjuk 2024. januárjában. Talán 2023-at még át tudjuk vészelni. Tehát folyamatosan szükségünk lesz olyan plusz erőforrásokra, amelyel ezek a fejlesztési ütemek tarthatóak, mert mindenki elvár és jogos, legyen az egy csíkszeredai lakó, vagy kormányzat, hogy mindenfajta uniós és kormányzati pénzösszegeket felhasználjunk fejlesztésre. Ezen kívül meg rengeteg karbantartási munkát elvégezzünk, de gyakorlatilag ezt pénzből tudjuk megvalósítani, és ezek a pénzesek minden kormányzatnál végesek, ideig, óráig vannak a tartalékok. Úgyhogy egy nagyon intenzív időszak előtt állunk. Ez az év menedzselhető tisztességesen, és remélhetőleg számos beruházásnak a meghatározó részét meg is tudjuk valósítani. Jövő az már egy picit nehezebb, 2024 az nem lesz egyszerű. Említette ön itt az imént azt, hogy elmaradott városrészeknek az infrastruktúráját fejlesztik. Én bevallom őszintén, sosem szerettem, amikor egy politikus arról beszél, hogy aszfaltoznak vagy járdát építenek, mert hogy ezt 2020-tól arra felé sem, vagy akár a 90-es évek közepétől sem sorolom megvalósítás kategóriájába, ez a világ legesleg természetesebb dolga kellene, hogy legyen. Most lehet, hogy ön meg fog cáfolni ebben, hogy nem nagyon nehéz infrastruktúrát javítani is, megépíteni is, de tehát egyrészt ez a kérdés, másrészt ebbe a képbe hogy illik bele a vasúti felüljárónak a javítása, az már egy teljesen más kategória, az tényleg egy nagy falat egy ekkora önkormányzatnak? Mindenik nagy falat, mert gondolj el a szerkesztő úr, hogy Csíkszeredában, ha csak a Széchenyi vagy a Csibai zónára gondolunk, akkor olyan városrészekről beszélünk, mint egy nagyobb község. És akkor a település részek, mint egy nagyobb község, nincsen semmiféle infrastruktúra. Gyenge áram van, ami nem az önkormányzattól függ, csatorna, ivóvízhálózat hiánya, gázhálózat hiánya és aszfaltutak hiánya. Tehát ezt a számolás szerint 15 kilométernyi csak a most elmúlt egy évben köztulajdonba vett és betelekönyvezett újabb utak hálózata, amelyek ezeken a városrészeken végzajlanak. Tehát ezeknek a beruházási értéke, hogyha megnézzük az igényeket, akkor a két település résznek, a Széchenynek és Csibára gondolok, akkor ez meghaladja a 120 millió lejt számolás szerint, ha mindent veszek, villany, gáz, ivóvíz, csatorna, és ezek pedig a múlt évi számokkal. Ezért ezek a programok egy városban is megterhelőek, és természetes az igény, az emberek jogosan elvárják azt, hogy ezt teljesítsük, és ezért is cselekszünk határozottan hétről hétre ezekben az ügyekben, viszont a hosszú éveket hihetetlen nehéz felzárkóztatni, mert gyakorlatilag a nulláról kell induljunk. Ezért kezdjük az ivóvíz csatornával, közben igyekszünk most pályázni gázhálózatfejlesztésre, ma reggel volt egy eszetésünk az elektrikával, hogy a villanyhálózatfejlesztés is legyen napirenden. Mindenik önkormányzati finanszírozást kell jelentsen, és a Szálinti programban pedig nyertünk aszfaltozásra a projektet, tehát azt jelenti, hogy mikor ezek a földbe kerülnek, akkor megjött az aszfaltozási projekt. Nagy léptékű dolgok, sok éven keresztül építőtelepek lesznek ezek a városrészek. A vasúti felüljáróhíd is gyakorlatilag ebbe a keresztmetszetben tekinthető, mert egy olyan elavult hídról beszélünk, amely életveszélyes, és amelynek hála Istennek az elődeink is a mi munkánknak köszönhetően abba a helyzetbe került, hogy most már lebontható és újjáépíthető. Integrált városfejlesztési stratégia 2030-ig tartó, vagy az addig tartó időszakot felüleli városfejlesztési stratégia. Mit kell erről tudnunk, milyen pillérekre épül ez? Napokon belül a közvita Folytatjuk Csíkszered a polgármesterével, Korodi Attilával, aki telefonon van itt velünk. Jó estét kívánok, képviselő úr. Folytassuk akkor onnan, hogy integrált városfejlesztési stratégia milyen pillérekre épül ez. Halló? Halló, polgármester úr, itt vagyunk, halljuk. Integrált városfejlesztési stratégiával folytassuk, amely 2030-ig szól. Köszönöm.
tehát utolsó vázlat formáját, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a következő hetekben bekerül engedélyezési folyamatban, melyek a tartó pillérei gazdaságfejlesztés, oktatásfejlesztés, egészségügyfejlesztés, ehhez egy jó átjárható infrastruktúra a városban, és egy jól működő mobilitási rendszer, amely a közlekedést, az információ áramlást és a közösséget összeköti. Egy olyan város, amely azt a szolgáltást nyújtja, amit egy nagyváros nyújthat egy megyeszékhelyen, közben viszont egy emberi léptékű, családias hangulatú városban tudunk jó minőségű életet biztosítani. Ezt jövőre 2030-ra a programokat ehhez igazítjuk, és ez a stratégia pedig szervesként, részként össze fogja kötni a Csíki Metropoli Szövezetet a várossal, így a falvak fejlesztése a városnak a fejlesztésével sokkal összehangoltabban fog lezajlani, és átjárhatóbbakká válnak azok a látható vagy nem látható információs útvonalak, amelyeket használunk azért, hogy egy egészségi közösségként működjünk. Van még 2,5 percünk, polgármester úr, amíg internetes kapcsolatban voltunk, addig látszott az ön háta mögött lévő monitoron az önkormányzatnak az új arculata. A híradóinkban beszámoltunk arról, hogy a város emblematikus épületeit azt postai bélyegre vitték önök, tehát nagy hangsúlyt fektetnek a város imázsára is, a város arculatának a megváltoztatására. Ez a ráncfelvarrás, ez befejeződött, vagy van még a tarsolyban terv? Folyamatos. Egyfelől van egy vizuális ráncfelvarrás, itt akár beszélhetnénk arról is, hogy emblematikus épületeinket, így a Mikovárat is nemzetünnepeinken megvilágítjuk szimbólumainkkal, olyan szimbólumokat, amelyeket egész Székelyföldön nem láthattak a csiki emberek, de gyakorlatilag a programokban is igyekszünk egy nagyon korszerű megjelenítéssel részt venni. Azon túl pedig április végére várhatóan, most már láttuk a tervezeteket, amelyek digitálisan most már arcában megszülettek az új weboldala a városházának, amely mögé viszont a következő egy évben számos olyan digitális szolgáltás fog felzárkózni, amely rengeteg szolgáltásunkat digitális térben könnyen elérhetővé teszi. És akkor folytatódnak, ami épületek szempontjából lesz várhatóan az évben egy versenykiírás a nagy művelődési házak, az volt művelődési házának az újjáépítésére, a városbejáratok újjáépítésére is lesz egy versenypályázat kiírva, tehát épített vizualitásban is akarunk korszerűsíteni. Legyen ez a végszónk. Korodi Attilának, Csíkszered a polgármesterének sikert kívánunk ehhez a munkához, és várjuk önt, illetve az önkormányzat képviselőit a 24 pluszokba. Korodi Attilának, Csíkszered a polgármesternek még egyszer köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra!